Harmadjára szervezett gyerekfesztivált a Marosvásárhelyi Creativity Egyesület. A kétnapos kaland Csillaghomban című 6-12 éveseknek szánt kétnapos fesztivál számos tevékenységgel és játékkal kötötte le a gyerekek figyelmét. A hétvégén a Galaxisban barangolhattak, a kétnapos kaland Csillaghomban című, a Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetem székhelyén zajló fesztiválon résztvevő gyerekek. A fesztivál tulajdonképpen a tudományról, csillagokról és bolygókról szólt, hiszen a gyerekek a naprendszerrel ismerkedhettek meg. Ugyanakkor számos interaktív játékra is sor került a kézműves műhelyek, a koncert, a néptánc és sportbemutatók mellett. A gyerekfesztivál hagyományosan a közös játékot és a kommunikációt népszerűsíti, a gyerekek különböző feladatokat kaptak, volt olyan próba is, aminek a célja az volt, hogy önmagukkal azonos magasságú gyereket találjanak a tömegben. Most keresem a velem egy magasságút, a 140 magasságút, de eddig nem találtam, de tovább keresem. A Creativity Egyesület társult az Alternatív Filmfesztivállal, így arra biztatták a gyerekek szüleit, hogy amíg ők filmet néznek a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában, addig vigyék a gyerekeket kalandozásra a fesztiválra, ahol önkéntes gyerekanimátorok vigyáztak több száz gyerekre. Nagyon sok önkéntes van, én például egy ilyen mindenes vagyok, mindenkinek besegítek, ügyelünk a gyerekekre, hogy ne menjenek ki, meg a játékokat levezetjük. Nagyon sokan visszamentek a fesztivál második napjára is, azok közül, akik csak egy napos jegyet vásároltak. Számos gyerek sírva távozott, aki szeretett volna még maradni, ezek is mutatják a gyerekfesztivál sikerét, mondta el Gál Csilla, a Creativity Egyesület elnöke és a fesztivál megálmodója. Mi arról kérdeztük, hogy mi is a fesztivál fő célkitűzése. Több fő célja is van. Az egyik az, hogy visszavonjuk a gyerekeket a televízió és a számítógép képernyője elől, úgyhogy interaktív játékokat kínálunk nekik különböző témákban. Az idei évnek a témája ugye kétnapos kalandcsillagunkban, úgyhogy minden interaktív játékunkat arra irányítottuk, hogy ezt a témát feldolgozzuk. Hozzátette, a fesztivált továbbra is megszervezik, jövőre más témát feldolgozva, de hosszú távon a fesztivált egy ötnapos, ottalvos, országos gyerekfesztiválként látja.